A Mátra-Szent Istváni síparkban a hosszú hétvégén is várták a téli sportok szerelmeseit. Voltak olyanok is, akik nem csak a kikapcsolódás céljából érkeztek, hanem edzésre használták a pályákat. Kicsit visszavettem, próbáltam stabilabb lenni, de volt egy-két megcsúszásom, főleg itt a végén. Kékesi Márton síelő pályafutása Bánkúton kezdődött, idén pedig Magyarországot képviselte a téli olimpián Pekingben. A hétvégén ő is Mátra-Szent István felé vette az irányt, itt készült a következő versenyére. Most itt készülök fel a következő versenyemre, de ezután megyek vissza Ausztriába, de lehet, hogy maradok még egy napot, mert annyira jó, hogy tökéletes edzésre. Jó a hó, nagyon jó a szlalompálya, úgyhogy nagyon minőségi edzést tudok itthon is csinálni a Mátrában. Hozzátette, úgy érzi, jó formában van, legutóbb előrébb tudott lépni a világranglistán a szlovákiai versenyén. A Mátra-Szent Istváni síparkban a korábbi meleg időjárás sem okozott problémát, így nem kellett bezárniuk, 10-ből 9 pályájuk működhetett. Az utóbbi hidegebb napoknak köszönhetően pedig az ország több pontján is újra kinyitották a téli sportok szerelmeséje előtt a sípályákat. Nálunk rengeteg hótartalék van, dombokban, több ezer köbméternyi hóval rendelkezünk, amelyet bármikor szükség szerint a pályára tudunk tolni a pályakezelő gépekkel. Az elmúlt héten 4 éjszakán keresztül is hóágyúztunk, és nagyon sok tartalékot képeztünk, amivel ki fogjuk húzni várhatóan március végéig a szezont, így előreláthatólag minden rekord megdől majd itt a sípályán, túl leszünk a 100., majd az eddigi rekord 106. napon. Március 15-én pedig kokárdás síeléssel, valamint egy versennyel várták az érdeklődőket. A szóvivő hozzátette, ha minden kedvezően alakul, március végéig nyitva maradhat a Mátra-Szent Istváni sípark.